Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Amikor az igében Jézus születésének történetéről olvasunk, a legelső adventről, akkor ezt legtöbbször megelőzi az ő származásának története, a családfája. Jézus első eljövetele, amikor a földre jött, annak a történetnek a kezdete és kibontakozása, hogy Isten hogyan oltott be minket az ő családfájába. Jézus nekünk adja nevét, származását és igazságát. A mai ige hirdetés kibontja nekünk, hogy mit jelent valójában Isten családjához tartozni. Fény ragyogjon, Urunk, mindenkor, a mi útunkon. Fény ragyogjon, Urunk, mindenkor, a mi útunkon. Legyünk megmentve, éjszakán fogjad a kezünk. Úrunk, kérünk, jöjj velünk. Máté evangéliumának 12. részéből a 46-os verstől kezdve olvasom az igét, az 50-es verssel befejezőleg, ahol az a következőképpen van megírva számunkra. Mikor pedig szól a sokaságnak, imé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ővele szólni. És mondanék ki valaki, imé a te anyád és testvéreid oda künn állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta hozzá szólónak,
kicsoda az anyám, az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, mondta, imé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az nékem fiútestvérem, nőtestvérem és anyám. Amen. A gyülekezet helyet foglal. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves gyülekezet, akik szerda esténként itt az Urat imádjuk együtt, és az ígéből épülünk, vagy akik esetleg az élő küldetés által követték az alkalmakat, tudjuk azt, hogy Máté evangéliumával foglalkoztunk, és most ezzel a ma estével, ami vasárnap, nem szerda, hétköznap, most ez a sorozat bezárul, és úgy éreztem az én lelkemben, hogy Isten adta nekünk ezt a befejező ige szakaszt erre a sorozatra, és ebből szeretnék ma délután szolgálni a kedves testvérek felé. Kik tartoznak az Úr Jézushoz? Kinek van köze az Úr Jézushoz? Kik az Úr Jézus rokonai? Ez a fő kérdés ma este ebből az ígéből felénk. Nagyon sokat jelent az, hogy ismerősök vagyunk-e, vagy nem. Mi tudjuk azt, hogy ha elmegyünk egy irodába, vagy valahova, és ha ott van egy ismerősünk, akkor hát nem kell mondjam tovább, ismerős akkor minket kéz alá vesz. Felkér az asztaltól, kezet fog, visz minket tovább, intézi a dolgunkat. Van ismerősünk, ha jó az ismerősünk. Testvéreim, lelkileg is így van. Nem azért intéz Isten valamit az övéinek, mert az övé lefizették őt, nem korrupció miatt, pont az ellenkezője, kegyelemből. De mivel bíznak az ő kegyelmében, ismeri őket. Amikor majd egyesek a ma napon oda fognak állani a bal keze felől az Úr Jézusnak, azt fogják neki mondani, hogy Uram, hát nem cselekedtünk én nagy dolgokat a te nevedben, és nem profétáltunk, és üztünk ördögöket a te nevedben. Hatalmas dolgokat cselekedtünk a te nevedben. És Jézus nem cáfolja meg, hogy azok nem voltak valóságuk, véghez lettek véve a csodák általa, és profétáltak, prédikáltak a nevében. De azt fogja rá mondani, hogy bizony mondom néktek, sosem ismertelek titeket. Nem ismerte Jézus. Nem arról van szó, hogy nem tud róluk, Jézus mindent tud. Nem volt köze hozzájuk, nem ismerte magáénak. Mint ahogy mondja Salamon a fiának, hogy te a bölcsességet ismerősödnek nevezd. És az értelmet a te nénédnek. Legyen ő a te ismerősöd. Nem a bolondság, nem a kicsapongás, nem a lázadás. Fiam, a bölcsességet nevezd ismerősödnek. Jézus Krisztus itt azonosítja az ő ismerőseit, rokonait, akihez köze van. A történet azzal kezdődik, hogy még Jézus szólt a sokaságnak, ime az ő anyja és az ő testvérei álltak odakünn, akartak ővele szólni. Jézus beleértve a szövegbe, bent van egy házban. A ház tele van emberekkel, sokaság van bent. És Jézus tanítja őket bent a házban. Jézus néha a mezőn tanított, van a mezei prédikáció, néha a hegyen, van a hegyi prédikáció, a hegyi beszéd, néha házban tanított, néha templomban tanított. Most benn van egy házban, és sokaság van körülötte. És íme, az a szó, hogy íme, egy figyelemfelkeltést jelentő szó. Lám, ki van odakint? Az ő anyja és az ő testvérei. Megálltak ott künn,
Oda jöttek, hát hol voltak? Itt nem tudjuk, melyik városban vannak, de az ő anyja, meg az ő testvérei Názáretből jöttek. Hallottak Jézusról. És itt nem mondja el az ige, de a Márk evangéliumában ott több mindent megtudunk erről a történetről. Mert amikor a Márk evangéliumának a harmadik részét olvassuk, akkor azt találjuk, testvéreim, hogy egybegyűlt a sokaság a Márk 3:20-ban, annyira, hogy még nem is ehettek. Amint az övéi ezt meghallották, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják vala, hogy magán kívül van. Tehát Jézus annyira el van foglalva a tanítással, az Isten ígének a hirdetésével, hogy arra sem volt ideje, hogy egyen. Belegondolsz, hogy az Úr Jézus mennyire oda van Isten ígének a tanításáért. Valószínű, hogy eljött az ebéd ideje, és nem ült le enni. Tovább folytatta, az emberek mind hallgatták, szívták magába. Testvéreim, aki igazán tanítványa Jézusnak, az nem kényszerből jön az Úr Jézust hallgatni a gyülekezetbe, az szívni akarja be magába az ige tanítását. A szívből kérő szó, Uram, ő akar tanulni, az leül készséggel, mint Mária, annyi munka lenne, Márta tudja, valószínűleg Mária is tudta, de most más a fontosabb, és Mária jobb részt választotta, és ezek az emberek ott vannak Jézus körül, és Jézusnak nem volt ideje még enni sem. És az övéi megtudták, az övéi itt a testi családtagokra utal, az ő anyjára és az ő testvéreire. Vajon jöttek vele a leány testvérei is? Mert mi tudjuk, hogy Jézusnak voltak fiú testvérei, Jakab, Judás, Józsé, Simon. Négy fiú testvéréről tudunk, ő volt az elsőszülött. És tudjuk azt, hogy voltak leány testvérei is. Tehát mi nem hiszünk Mária szűzességében, hogy ő örökre szűz maradt, mi hisszük, hogy ő szűz volt, és szűztől fogant az Úr Jézus, a Szentlélek által, Mária méhében ugye ott testet öltött. Mária ilyen asszony volt, ilyen leányzó volt, de utána nem maradt az, hanem ő férhez ment közben Józsefhez, és születtek neki még gyermekei immár Józseftől. Ebben az ige szakaszban Józsefről nincs szó, azt feltételezik a magyarázók szinte egyöntetően, akár melyiket olvasok el, hogy ez időtájt ő már valószínűleg meghalt. Azért nincs említve József. Mária van említve, az Úr Jézus testvérei vannak említve. És eljöttek. Miért jöttek el? Nem azért jöttek el, hogy Jézust hallgassák, mint a sokaság benne a házban. Nem. Ők azt hitték, hogy Jézus magán kívül van. És az érdekesség az, hogy Márk evangéliumában, amikor a Márk 3:20-ban és a 21-ben azt mondja az ige, hogy eljöttek az övéi, mert azt hitték, hogy magán kívül van, mielőtt üzentek volna be a házba, mielőtt olvasnánk, hogy üzentek, hogy jöjjön ki, és Jézus mondta, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. A két esemény közé, az ő eljövetelük és üzenetük közé be van ékelve az, amit itt Máté evangéliumában már korábban hallottunk, hogy a farizeusok meg az írástudók azt mondták az Úr Jézusról, hogy Beelzebub van benne. Az ördögök fedelme által űzi ki az ördögöket az emberekből. Tehát a Jézus család tagjai azt mondják, Jézusról magán kívül van, elment az esze, azt jelenti magyarul. Így gondolkoztak Jézusról. A Jézus ellenségei, a farizeusok azt mondták, hogy ördög van benne. Tehát egyik azt mondja róla, hogy elment az esze, ezek az ő legközelebb család tagjai, a többiek azt mondják, hogy ördög van benne. De testvérem, nem az a kérdés, hogy ki mit mond,
Kik mondják ezeket? A legközelebb családtagjai, a zsidó vezetők mondják ezt, hanem hogy igaz-e az ő értelmezésük? Nem igaz. A mi mesterünk nincs magán kívül. Ő nem egy esze vesztett ember. Ő nem, és ő nem ördögöktől megszállott, ő Istennek a lelke által szól. Ő betelt Szentlélekkel, mikor a bemerítkezés megtörtént a Jordán vízében, és leszállt Isten lelke reá galamb formájában. És ő attól kezdve lélekkel tele élt. Addig is, de ez volt az ő szolgálatának a kezdete 30 éves korában. És lélekkel telve ment a pusztába, amik éppen a bemerítkezettek, és az összes, akik már bemerítkeztünk régebben, lélekkel telve kell mennünk a világ pusztaságába, hogy mi is megharcoljuk azokat a kísértéseket, amiket Isten megenged számunkra. De lélekkel telve, és Jézus utána megtért lélekkel telve a pusztából. Győztesen. És az ő szülei, pontosabban az ő anyja, meg a testvérei nem így gondolkoznak ő róla. Elment az esze. Te mit gondolsz a hívőkről? Mit csinálnak itt a gyülekezetben? Elment az eszük, hogy délelőtt, délután, hétköznap, vasárnap jönnek az úrházába, otthon pedig előveszik az igét, ezt olvassák, ezt kutatják reggel, este, erről elmélkednek, erről szívesen beszélnek. Hogyha utaznak, ezt hallgatják a telefonról, prédikációt, énekeket hallgatnak, keresztény, hívő énekeket, magyarul, románul, angolul, amit csak tudsz, érted, mind Jézusról szól. Hát, ezek megszállottak. Ezeknek most jött meg az eszük. De nem így értelmezik. És mit akarnak? El akarják vinni őt. Ők tudják az igazságot a fiúkról, az elsőszülöttről, és szégyellik. Milyen szégyent hoz reánk? Így vélekedett Mária. Így vélekedett Jakab. Így vélekedett Judás. Meg József, meg Simon. Meg a lánytestvére is biztos. Ezt gondolták. Mikor Jézus meghalt, csak belegondolok abba, hogy milyen módon érezhették magukat, hogy milyen szégyent hozott a családunkra, hogy ő egy átok fán halt meg. Így gondolkodtak. Így gondolkodtak. Itt van egy szó, ami kétszer meg van ismételve egyik versről a másikra. Hallgass meg az igét, mit mond itt Máté. Mikor pedig még szól a sokasságnak, ími az ő anyja, s az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván vele szólni. És mondta neki valaki, ími a te anyád és testvéreid odakünn állnak, és szólni akarnak veled. Az, hogy kint vannak, itt a nagy probléma. Ez nem csak fizikailag jelentett kívülállóságot. Ez lelkileg is. Testvéreim, közel volt fizikailag Jézushoz az ő anyja, meg az ő testvérei? Közel voltak hozzá? Nagyon közel lehettek. Tegyük fel 10 méter. Nem tudom. Mennyi volt az utcától egész a házig be a szobába? Lelkileg messze voltak tőle? Nagyon messze voltak tőle. De nem voltak bent. Lehetsz olyan közel Isten országához, hogy ott vagy a kapu előtt, és nem vagy bent. Nem vagy bent. Nem vagy bent. Itt vagy a teremben, de nem vagy bent. Te kint vagy. Te másképp gondolkodol. Nem a Jézus tanítványi köréhez tartozol. Még le akarod beszélni az olyanokat, amilyen Jézus, meg a tanítványai, hogy ne legyenek ennyire buzgók. Nem kell annyira komolyan venni. Jöttek, hogy elvigyék őt haza. Na, ilyen egy kívülálló élete. Ő nem azért jön, hogy az igét hallgassa, szívja magába, hanem hogy elhallgattassa a másikat. Milyen szomorú. Na, ezt mondja itt az ige a Jézus testi családjáról.
És erre Jézus reagál. Jézus reagál, elmondja a véleményét. Lássak a következőkben ezt. Jézus fölteszi a kérdést, ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Hát kell ezt még kérdezni? De Jézus azért mondja ezt a kérdést, azért teszi fel, hogy felhívja a hallgatók figyelmét rá. Itt valami átértékelés következik. És akkor a tanítványaira tekint, az övéire, kinyújtja a kezét, mutat Péterre, Jakabra, Jánosra, Andrásra, mutat Bertalanra, Filepre, Mátéra, és így tovább. És azt mondja, aki az én atyám akaratát cselekszi, az nékem anyám, fiútestvérem és leánytestvérem. Ezek nem azok ott kint. Benne van ebben az igében az, hogy nem ő az én anyám. Nem ők az én testvéreim. Ezek azok. Ezek azok. Isten akaratát cselekedni, ha akarod tudni, mit jelent, akkor az előző részben azt mondja az Úr Jézus, hogy senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Ha akarod tudni, hogy milyen az atya, mi az ő akarata, őt meg akarod ismerni, a fiúhoz kell jönnöd. Az atya akaratát, ha cselekedni akarod, Jézustól kell meghallanod. És mi azért vagyunk itt, hogy Jézustól tanuljunk. Mi az ő tanítványa akarunk lenni, és tanítványok akarunk lenni. A tanítvány nem tud mindent. Ő nem tud dolgokat, azért tanítvány, hogy tanuljon. A mester tud mindent. A mi mesterünk Jézus. És nekünk tanítványá kell, hogy legyünk. Akik taníthatók. Kedves bemerítkezettek, taníthatókká kell válnotok. Ez engedelmessége jár. Minden gyülekezeti tagnak szól, nekünk taníthatóknak kell lennünk. Ide alázat kell az engedelmességhez. Tanítvány vagy-e te, hogy cselekedd az ő akaratát. Amikor Lukács evangéliumából ezt olvasod, a Lukács evangélium 8. részének közepet állt, a 19-es verstől kezdve, 20-as verstől kezdve, akkor Jézus még hozzátesz egy szót. Aki az én mennyi atyám akaratát cselekszi, mondja itt Máté. Ott pedig azt mondja, aki az Isten beszédét hallgatja és megtartja, cselekszi. Mert ahhoz, hogy te cselekedd Isten akaratát, te kell hallgasd, meg kell tudd. És azért vagyunk most itt jelen, hogy megtudjuk egyre inkább, egyre jobban. Mert nekünk növekednünk kell az ő megismerésében. Nekünk nem felfedezni kell Isten akaratát, nekünk megismerni kell Isten akaratát. Itt van a Bibliában, meg kell ismerni. Az nem egy titok, amire nagy nehezen rájössz, és eddig nem tudtad, hogy jöjjél rá. Itt van a Bibliában, neked kutatnod kell. Az jössz a gyülekezetbe, az igét hallgatod, és megtudod, mi az Úr akarata életedre nézve. Akár asztalos vagy, akár kőműves, akár napszámos, akár háziasszony, akár milyen más vagy. Isten akarata a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paránaságtól megtartóztassátok. Nem úszunk a testünk kívánságai szerint. Isten akarata a hálaadás. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Hogy ne legyünk zúgolódók, legyünk mi hálások, mert úgy érdemlünk semmit. Amink van, az nagy kegyelem, és mi mindenünk van, dicsőség az Úrnak érte. És ő megáldott, és azért hálásak kell, hogy legyünk, és ezt tanulnunk kell. Ezért vagyunk tanítványok. De mindenek előtt Isten azt akarja, az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, s az igazság ismeretére eljusson. És ha ez még nem történt meg te veled, ismerd meg most az Isten akaratát, hogy térjél meg, merítkezzél be, és kövess Jézust hűségben, hálaadásban, szentségben, önmegtartatásban, halálig. Aki az én mennyei atyám akaratát cselekszi, nem aki bemerítkezik, nem az az én tanítványom. Aki cselekszi Isten akaratát, az bemerítkezik. Mert aki nem merítkezik be, nem cselekszi Isten akaratát.
De aki bemerikezik és nem cselekszi életen át, nem a szíve ügye, hanem csak egy szertartást akar, az nem az Úr tanítványa. Érted, hogy mit jelent ez, hogy folyamatosan cselekszel, törekszel erre? Van egy elindulás, igen, és az egy határozott elindulás. Az vízválasztó. És megyünk a hullámsírba, meghaltunk a világnak, és a világ is nekünk megfeszítetett. Élet többé nem én él bennem a Krisztus. Mostantól aztán követem őt, és tovább tanulok, és tanulok, és tanulok. És elég lesz nekünk, ha olyan leszünk, mint a mesterünk, ugye? Elég lesz, testvérei? Adja az Úr, hogy amire ő visszajön, a bennünk elkezdett munkát befejezze, és formálja ki Borzási Pálban is, és XY-ban is mindenkiben az ő fiát. Hogy legyünk olyan alátosak, és hozzájövünk, és fölveszünk az ő igáját. Tanuljátok meg én tőlem. Tőle tanulunk itt, testvéreim. Itt most Jézus tanít. Engem is, titeket is. Csak én mondom, ti hallgatjátok. De mindannyiunk kell, hogy cselekedjük. Ez a kihívás. És Jézus újra definiálja az ő hozzátartozókat. Mi tudjuk azt, itt most szeretnék két aspektusáról erről az ígéről szót ejteni, tudjuk azt, hogy a zsidók nem fogadják el a pogányokat Isten népévé. Mi tudjuk azt, hogy egy korabeli, Jézus korabeli zsidó hálákat adott azért, hogy nem vagyok pogány. De mi most valljuk azt, hogy ellentétben ővelük mi Isten népe vagyunk. Dicsőség az Úrnak érte. Jézus testvérei vagyunk, fiú testvérei, leány testvérei, és ő nem szégyel bennünket testvéreinek hívni. Hála az Úrnak érte. Az egyszülöttből lett első szülött. És mi vagyunk hányadik szülöttei már? Hány millió született újjá a világon Krisztus Jézus által, a Szentlélek által? Nem tudjuk. De az Úr tudja, ismeri az Úr az övéit. És tudja, hogy a mai napon, akik bemerikeztek, hányadikok voltak az ő családjában. Egyszerűen meg tudjuk, hogy hogy jöttünk sorba lelkileg új életre. De van egy másik oldala is. Egyes keresztények úgy gondolják, hogy a zsidók Isten népe. Pont. Jézus nem ezt mondja itt, hogy kint van anyám, fiú testvéreim kint vannak, azok is mi zsidók, minden zsidó Isten népe. Együtt alkotják Isten népét. Így van? Nem így van. Aki az én mennyei atyám akaratát cselekszi, az nékem a zsidók közül. Fiú testvérem, leáltásra nincs anyám, de a pogányok közül is. Az nékem fiú testvérem, leáltásra nincs anyám. Aki nem cselekszi az én mennyi atyám akaratát, a zsidók közül, vagy a pogányok közül, nem tartozik az én népemhez. Testvéreim, a Biblia ezt mondja nekünk. Akár mit mondanak mások, még a keresztények közül is. Tehát Jézus egy világos vízválasztót hozott számunkra. Ezért most kérdezem tőled, hogy te cselekszed Isten akaratát? Megtértél a bűneidből? Hozzájöttél? Rábíztad magad? Tanulsz hálásnak lenni? Tanulsz önmegtartóztató lenni? Szent életet éljél? Abból a célból szolgálni? Megbocsátani? Elhordozni egymás vétkét? Megbocsátani úgy, hogy elfedezzük egymás vétkét? Nekünk ezt tanulnunk kell. Nem ilyen, nem így születtünk, amikor megszülettünk. Úgy elszületésünk által tanít minket erre az Úr. De mi nem vagyunk tökéletesek. Ezek egymás között versengenek, hogy ki a nagyobb. Le kell ülni, és el kell ismerni, hogy nem ez a kérdés, ki a nagyobb, és ki ül majd jobb oldalt, meg bal oldalt Jézus országában, hanem ki szolgál minél többnek, minél jobban megalázza magát. Aki nagy akar lenni, közöttetek legyen mindenkinek a szolgája. Jézus nem mondja, hogy ne legyél nagy, ne vágyakozzál nagyságra, csak úgy, hogy akkor legyél mindenkinek a szolgája. Alázd meg magadat. Na úgy legyél nagy, hogy ne legyél jelentős senki számára, ha nem vesznek figyelembe, ne essen rosszul neked. De te mindenkinek szolgálj, te vegyél észre mindenkit. Ezt elmondva, testvéreim, akkor a következőket még szeretném mondani. Befejezésül. Milyen kegyelem az, hogy akik kínálnak, és nem voltak bent, e föld élet során
bekerülhettek. Emlékeztek arra, hogy Pál apostol, amikor az ő levelét ír a Korintusoknak, az első levél 15. részében azt mondja, azt adtam nektek előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és feltámadott a mi bűneinkért az írások szerint harmadnapon, és hogy megjelent Kéfásnak, a 11-nek, mondja a legvégén, hogy nekem is, de ott még közbeszúr valaki. Tudod, kinek jelent meg az Úr Jézus? Jakabnak. Jakabnak. Tudod, ki ez a Jakab? Aki itt az ő anyjával együtt, meg Judással, aki a levelet írta, nem Iskáriótes Judás, hanem Jézus féltestvéreiről van szó, Józséval, meg Simonnal együtt, haza akarják vinni, mert Jézus eszén kívül van. Nincs magánál. Jézus megjelent neki, és Jakab ekkor megtért. És megtért Mária, és megtért Judás, és reméljük, hogy megtért Simon is, meg József is, meg a leánytestvére is. És utána már, mire jött a pünkös napja, ott vannak a felházban az ő anyja, Jézusnak, meg a testvérei, a 12-vel, meg a 120-szal azok között vannak, és imádkoznak Szentlélekért. Testvérem, azt jelenti, hogy megtérhetsz. A mai nap még a kegyelem napja. Ha eddig nem foglalkoztál az ígével, lehet, hogy testileg kötődsz a gyülekezethez. A rokonaid vannak, itt nőttél fel, de lelkileg nem voltál itt, nem voltál bent. Lépj be! Jézus most megjelenik neked ebben az ígében, és azt mondja, hogy legy az én tanítványom, kövess engem. És Jakab lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Olvastam a minap Jakabnak a kivégzését, hogy mit csináltak ő vele. Eusebius történetíró leírja, hogy amikor Jakab mártír halált halt, hogy hogy halt halált, hogy ledobták a templom falról, a kőfalról. Még akkor se halt meg, mikor ledobták. Ott még élt, aztán elkezdték kövezni, utána pedig valaki adott neki egy kegyelemdöfést. És akkor megölte. De Jakab Jézusért mindent vállalt, és közben ő is imádkozott, mint István. Nincs benne a Szentírásban, tehát ezt nem tudom igazolni, 100%-osan nektek. Ez van följegyezve róla az egyház történészek részéről. De ő belépett. Az én szívem vágya az, hogy egy napon majd Jézus azt mondja mindenkiről közülünk, hogy igen, ismerem őket, az enyém. Tudjátok, hogy az héten, amikor ezzel az igével készültem, rájöttem valamire, hogy a 12. rész után következik a 13. Mit jelent ez? Olyan nagy felfedezés? Mindig itt volt előttem, hogy a 13. részben van a mennyek országáról szóló példázatok sorozata, és a legelső a magvető példázata. De nem láttam, hogy hát egyik következik a másik után. És itt van az ő anyja, meg az ő fiútestvérei, és olyanok, mint az útfélre hullott mag, bennük az Úr Jézus szava. Nem fogadják. És Jézust elítélik, nem kell nekünk. A sátán elkapja az ő szívükből. A sokaság között egyesek fogadják, mint a tanítványok, tényleg teremnek 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. A sokaság közül mások olyanok, mint a sziklás talaj, meg a tövises talaj. Hamar befogadják az igét, de mikor botránkozás jön az ige miatt, és meg üldözés, akkor hamar feladják az igét, a hitet. Vagy nem tiszta lélekkel fogadják. A bűntől nem tisztulnak meg a világ gondja, a világ gyönyörűsége, és ez életnek a gondja, ezek elfojtják az igét. Nem tesznek le mindent, hogy nekem Jézus az első. Több, mint a munka, több, mint az én élvezetem, több, mint az én hobbim. Nekem Jézus a legfontosabb. Ezek meghagyták a tövist az életükben. De itt van a két ige egymás mellett. Csak az történt, ugye, hogy az 1500-as években
az 1400-as években először részekre osztották a Bibliát, utána pedig versekre 100 évre rá. És most nem látjuk, hogy egyik a másik után következik, egyik a másikat magyarázza. Nézd meg ennek fényében azt a példázatot, amit utána következik. Kérdezem, hogy nálad milyen földbe hull a mag? Elutasítod, mint itt az ő anyja meg a testvérei? Vagy pedig fogadod, de nem tiszta szívvel, és hamar feladod, hogy a szint kell valamikább Jézus megtagadod, csak ne kelljen szenvedned. Vagy te béketűréssel fogsz teremni gyümölcsöt, 30-60 százanyit, mert jó földbe hullott nálad a mag. Itt vagyunk, most hallgatjuk az igét. Kérdezek téged, hogy milyen szívvel hallgatod. Áldjon meg az Úr téged őszinte vágyakozó lelkülettel. Áldjon meg az Úr téged ragaszkodással, hogy tudjunk egymásnak megbocsátani. Kedves fiatalok, kedves fehérruhások, hogy bemerékeztetek ma, az Úr tartson meg a gyülekezetben, hogy teremetek gyümölcsöt, hogy meg ne tagadjátok őt, hogy ne látok az ige jó földbe hújjon szüntelen mi velünk együtt. Testvéreim, adjunk nekik jó példát. Az igéhez való ragaszkodásban, az ige tanulmányozásban, a szent életben, az megbocsátásban, a szelídségben, alázatban, engedelmességben, a taníthatóságban. Elvárjuk tőlük, de legyünk mi is olyanok. Isten tegye áldotta az ő igét, hogy a gyülekezet Perecsenben, másütt is, szaporodjon. Jézus építi az ő egyházát, és adjon győzelmet az ő szavának, hogy háború közepette, jólét közepette, pandémia közepette, vagy szabadság közepette, akármilyen formában tapasztaljuk azt, az ige terjedjen, ne legyen bilincsbe verve. Mi pedig épüljünk, betegségben vagyunk, gyászban vagyunk, az Úr minket közelebb akar hozni. Bízzunk ő benne, mert még vajmi kevés idő, s aki eljövendő eljön, és nem késik. Addig készítsük magunkat, vigyázunk a ruhánkra, és éljünk az Úr dicsőségére együttesen, fiatalok és idősek. Ezt kívánom szívemből. Amen. Világítani fogok.